Tavaly szezon közben kapcsolódott be az NB2 keleti csoportjának küzdelmeibe a Sunshine Nyitse, amely végül a 8. helyen végzett a bajnokságban. A csapat augusztus elején kezdte a felkészülést a fiatalokkal, akikhez a hónap közepén csatlakoztak a rutinosabb játékosok. Az együttes az elmúlt héten beugróként pályára lépett a nyíregyházi felkészülési tornán, ahol több új játékossal a soraiban a 2. helyet szerezte meg az úszások mezőnyében. A tavalyi évi szereplésünk az elég vonzó volt mindazoknak, akik idejöttek mondjuk tovább tanulni a megyéből, vagy azok, akik korábban kosárlabdáztak az NB2-es csapatnak, tagjai voltak még a nagykálói NB2-es csapatnak. Tehát sok olyan ember visszatért a pályára, akik esetleg eddig csak az elmúlt 1-2 évben hobbi szinten kosaraztak, vagy kisebb csapatokban próbálkoztak. De hát volt olyan, akit például másik NB2-es csapatból igazoltunk vissza, azért, mert eleve nyíregyházi, és természetesen korábban is itt játszott, tehát szeretnénk, hogyha visszatérne. A csapat edzéseit továbbra is Kovács Tibor irányítja. A szakember több olyan kosarassal is együtt dolgozhat, akik már voltak játékosai korábban az NB1-es és NB2-es nagykálói csapatban. Farkasinszki Gabi a legújabb érkezőnk, azért ők magasabb szinten, és azért szerintem kosaras berkekben mindenhol ismerik a játékák, ő nagy erősítésünk lesz. Asztalos István, ő még jelenleg munkai elfoglalásaik miatt nincs itt, de ő is azért NB1-es szinten már játszott csapatban. Horváth Bence sérülés miatt jelenleg szintén még távol van a csapatunktól. Fiatalok közül Zajác Krisztián, Sveda, Tomi, Nyíri, Peti, Pollák, Nándi érkezett, Balog Andris, aki ide került Nyíregyházára, főiskolára, illetve egyetemre, ő régebbi ismeretség alapján szintén nálunk kezdte el, ő is nagy erősítés lesz, illetve Hajdú Hatházról egyetemistaként hozzánk kapcsolódott be Földesi Norbi is. A nyíregyházi nevelésű, legutóbb a Hajdú Hatház színeiben szereplő Farkasinszki Gábor korábban több NB1-es csapatban is szerepelt. A center 7 év után játszik ismét nyíregyházi színekben. A tavalyi szezonom is elég jól sikerült, reménykedünk benne, hogy idén is sikerülni fog, bár remélhetőleg ez a szezon nem rólam szól, hanem sokkal inkább az itt lévő fiatal játékosokról, és arra, hogy ők komolyabb szinten tudnak itt valamit előrelépni. Az NB2 keleti csoportjában október 1-én rajtol a szezon. A Sunshine Nyitse az első 3 meccsén minden bizonnyal idegenben lép pályára, mivel az együttes új otthonát, a Bánki tornacsarnokát jelenleg felújítják. A cél a legjobb 4 közé kerülés a 12 csapatos mezőnyben.